Esténként teljes fényárban úszik a szabadságtér, és hangulatos karácsonyi zenéket hallhatnak az arra járók. Számtalan étel és ital várja a kilátogatókat, valamint az idén is nagy sikerű jégpálya. Hobbi szinten üzem ezt az egész korcsolyázást. 3 éve nem volt elában monkori, mármint jégkori, görkorizni szoktunk barátommal. Így van. Mivel hasonló technikáról beszélünk, így aki görkorcsolyázni tud, annak könnyebben megy a jégkorcsolyázás is. Aztán kilátogattunk megnézni ezt az új jégpályát, örülünk, hogy sokkal nagyobb lett, és meg vagyunk vele elégedve, nagyon jó a minősége. A fiúknak nem csak a jégpálya, hanem maga a ceglédi advent is nagyon tetszett. Szépek a díszek, az új díszek is nagyon szépek lettek, amiket ugye kitettek. Teljesen jó, hangulatos. És persze már mindenki lázasan készül az ünnepekre. Jó voltával, már hamar elkezdtük a felkészületeket, de hát várjuk. Legfőképp inkább mennünk kell dolgozni menni. Lesz finom kalács, forradbor, úgyhogy várjuk. Még a hétvégén színes programokkal várják a kilátogatókat. Szombaton meggyújtják az adventi koszorú 4. gyertyáját is, majd utána Nagy Barnabás lép a színpadra. De a két ünnep között is érdemes kisétálni a térre, hiszen esténként koncertekkel készültek a szervezők.